Hát a disznóvágásnak az ürügye volt arra, hogy sok ember összegyűjön és segítsenek a gyermekotthonon a gyermekeknek az életét megszépíteni, könnyebbé tenni. Hát, hogy a disznóvágás volt a kifogás, és az is egy nagyon nagy ajándék volt, mert a disznót is ajándékba kaptuk a Tordaszentlászói közösségtől. És meghirdették, tehát eseményt csináltak, úgymond belőle meghirdették a Facebookon is, és elhívták a barátaikat, a lelkész, meg Anikóék. És akkor ebből egy nagy-nagy közösség, ilyen segítő akció lett. Tehát, hogy nem csak tárgyadományokkal, hanem pénzzel is segítettek sokan, meg hát nagyon sok élelmiszert kaptunk, meg egyéb nagyon hasznos dolgokat, de még a munkájukkal is segítettek, mert felvágták az összes fát a kertbe, bepakolták ezt így, egy kollégámnak nagyon nehéz lett volna megcsinálni azokat a hatalmas faramiköket feldarabolni, úgyhogy pillanatok alatt mindent elvégeztek. Úgyhogy nagyon sok oldalról meg lettünk támogatva most. Tordaszentlászlóról jöttek, ugye ott Balázs Attila a református lelkész, segítünk, támogatunk, és onnan a 6 gyerekünk is. Tehát igazából úgy kezdődött, hogy befogadtunk először 3, aztán később még 3 gyermeket Tordaszentlászlóról, és akkor egy egész közösséget kaptunk ajándékba melléjük, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog volt, hogy így mellénk álltak. És azóta az egész Tordaszentlászlói református gyülekezet, tehát az egész nagyon sok tagja támogat minket. És akkor vannak nyilván kolozsvári barátaik, meg kolozsvári munkatársak, meg most már volt, aki Lónáról is jött, tehát hogy inkább egy Kolozsvár, Tordaszentlászlós közte, ami van annak a vonzás körzete. Nem is tudom már mindenki, hogy honnan jött. Ez nem egy átlagos nap azért, mert éppen nincs minden nap 60-70 vendégünk. Nyilván nem minden nap ilyen mozgalmas, tehát nagyon sok csendes hétköznapot élünk mi is meg. Ez most ez így sikerült. Az ünnepek előtt azért többen gondolnak ránk is, úgyhogy a december az így mozgalmasabb. Hála Istennek, meg a hála támogatónak, mert már hogy nagy részt ettől tartjuk el magunkat. Tehát nagyon nagy segítség az anyagilag is, meg tehát tárgyadományban is, amit nyújtanak nekünk, és az a jó, hogy nagyon hasznos dolgokat hoznak, tehát hogy nem használhatatlan dolgok, hanem pont az, amire szükségünk van. Meg is szokták kérdezni, mire van szükségünk. Tartós élelmiszer, tisztítószer, kabát, ilyesmi. Hát mi együtt élünk a gyermekekkel, tehát mi itt lakunk az egyik kollégámmal már 11. éve, és a két új munkatársam azok közül az egyiket itt nevelkedett egy pár évig. És hát együtt élünk, mert a szülőket próbáljuk pótolni, tehát ezt a biztonságot, állandóságot, a stabilitást a gyerekeknek nem igazán lehet ilyen 8 órás váltásokba pótolni, tehát mi ezt felvállaltuk, ezt az életformát, ami sokszor hát nem könnyű, de nagyon szép, és mindent együtt csinálunk a gyerekekkel, együtt imádkozunk, együtt étkezünk, együtt megyünk kirándulni, délutánként együtt tanulunk, tehát hogy igyekszünk ilyen családszerűen élni. Biztos, hogy nem tudjuk az igazi családot pótolni, a vérszerinti családot, de valamennyire azért talán sikerül. Tehát, hogy nem csak az van, hogy eszünk, tanulunk, tehát a minimális életfeltételek, hanem nagyon sokat kirándulunk, nagyon sokat táborozunk. Az idén nyáron azt hiszem, hogy összesen 11 táborban vettünk részt. Persze nem mindenki a 11, bár nem van, aki ebben, van, aki abban, volt, aki többen is. Szegényekhez is szoktunk járni együtt. Hát nálunknál vagy náluk sokkal szegényebbeknek időnként viszünk ajándékot, vannak szegény családok, akiket látogatunk. Tehát, hogy lássák, hogy milyen az, amikor még valakinek még mindig nincs, vagy milyen az, amikor nekünk van és tudunk adni. Ezek nagyon nagy dolgok.